A történelem nem csak a nagykönyvekben megírt események láncolata, nyilatkozta Váradi Tibor egykori jogász, aki a nagyapja és az édesapja ügyvédi hagyatékának feldolgozásával immár a második könyvét jelentette meg. Ezekben az iratokban az különös, hogy nemigen maradtak meg ügyvédi iratok, a bírósági iratok inkább. Az ügyvédekkel a kliensek valamivel több őszintességgel kommunikálnak, mint a bírósággal, tehát itt egy kicsit teljesebb kép alakul ki a mindennapokról, és valamiképpen az az érzésem, amint hát próbálok mélyebbre menni ezekben a dokumentumokban, hogy ez egy olyan része a történelemnek, amely egészen a feledés küszöbén van, és hát ezért érdemes visszahozni, és valóságát tenni, ami valóság volt. Az ügyvédi esetek prózai feldolgozása a történelem egy sokkal emberibb részét mutatja be. Mutatom, hogy hát ugye elsősorban a jogászok, illetve a jogászhallgatók, azok, akik érdeklődnek, mivel hogy ugye itt jogi esetekről van elsősorban szó, de nagyon sok laikus olvasó is megkeresett bennünket a véleményével, mert hát ugye novellaszerűen, vagy hát irodalmi formában öntve vannak elmesélve ezek a történetek, így a laikus olvasók számára is érdekesek, és hát én nyugodt lélekkel tudom ajánlani mindenkinek, aki kicsit is érdekel a múlt, az identitás, a jognak a különböző fondorlatai, illetve hát a történelem mutatói az egyszerű emberek számára. Az író vala bemutató esten Szilágyi Edit, a Női Parlamenti Hálózat koordinátora, valamint Virág Gábor, a Fórum Könyvkiadó igazgató főszerkesztője beszélgetett. A kötetet hamarosan Szabadkán is bemutatják.